Üdvözlöm a Civil Multimédia kedves nézőit, jelentkezik újra a felvidéki adás. Mai vendégem újra Jászsi Kis Imre, és az ősi üzenetek bekódolása című sorozatot folytatnánk. Ez lesz a második rész, második beszélgetésünk. Üdvözöllek és üdvözlök minden kedves nézőt is. Az előzetes megbeszélés alapján úgy gondoltam, hogy nem készülök, ugyanis a témák köre gyakorlatilag bármi megenged, úgyhogy semmiféle előkészületet nem igényel. Megpróbálnám azt a sorrendet betartani, amelyet a könyvedben is felvázoltál, illetve tartasz. Az pedig az, hogy azt próbáltad, vagy megfejtetted, hogy milyen betűk és miért keletkeztek, illetve rövid tőszavaink. Erről mondaná egy pár példát, konkrétumokat. Hát ezzel nem csak én foglalkozom, hanem számtalan jó barátom is ezen a lovon halad. Gyakorlatilag arról szól, hogy a mi világunk valahogy egy olyan kultúrából jön ide, ahol valószínű, hogy olyan kommunikáció volt, ami nem igényelte a beszédet. Ugyanis a betűk tartalma mögött, tehát a mögöttes tartalom, az mindig sokkal magasabb szintű, mint akár, nyugodtan kijelenthetem, a mai teljes tudomány. Tehát olyan frekvenciákra utaló történetek vannak, amelyek a zenei világban jönnek elő, fizikai megnyilvánulásuk van. Például a rovásírás betűi kirajzolódnak az oszcilloszkópon, hogyha megfelelő hangot kapnak, tehát ha gerjesztve van. Aztán a kémiában és a csillagászatban szereplő betűk nagyon érdekes módon a mögöttes tartalmukkal fejeznek ki olyan összefüggéseket, amelyben most itt, ha belemegyünk, akkor nagyon sok óráig lehetne ezt az állításomat, majd utána annak a kritikáját elemezgetni, úgyhogy ezt most inkább ugorjuk át. Viszont annyit, hogy a csí és a lag, ugye pecsétlenyomatokról beszélünk, amit múltkor már itt rendesen kifejtettünk. Tehát a csí energia és a lag fordítva, ez a gal. Ez érdekes, hogy az axis, a galaxis pedig a gallal rövidítve van jelen, és akkor most már az axiszt hadd ne fordítsam le sixtusra, mert akkor már tényleg nagyon messzire megyünk. Úgyhogy ezek a mélységek, amik az egy-egy betű mögött nem is igazán bújnak meg, hanem úgy vannak ott, hogy a mai kultúrával nem értjük. Ezek mutatták meg önmagukat, és ezáltal egy olyan, ha már vonalvezetésről beszélt a könyvről, egy olyan egyenes vonalon lehet haladni a gondolkodásban, illetve a dekódolásban, az ősi üzenet dekódolásában, amely egyenes a múltról is egész más képet mutat nekem, illetve azoknak, akik ezt megpróbálják értelmezni, és nagyon-nagyon messzire túlmutatnak a mai tudományos eredményeken. Ugye olyan, tehát egy kicsit egy kicsit laikusabban megkezelítve azt, amit mondasz, hogy például amikor az ember meglátta a lónak a lenyomatát a folyóparton esetleg, vagy bárhol máshol, ami kör alakú volt, akkor azt úgy mondta, hogy kör alakúvá tette a saját száját, és ó, akkor kijön az ó betű, tehát ó. Ha sok volt, akkor lett a L-O, tehát mert ugye a sok, azt mondhat, hogy L betűvel fejeztük ki a sokat. Például sok fát tettünk egymás mellé, abból lett a fal. Így van, és azok a magyar nyelven, tehát én külön más a véleményem erről a magyar meghatározásról, mint úgy általában, de az igazi bizonyíték abban van, hogy a világ összes nyelvében így jön ki. Tehát nem a magyarra korlátozódik ez a dolog, hanem ha az alapgyököket megnézem a világ összes nyelvében, amit nem azért tudok megtenni, mert olyan végtelen okos vagyok, vagy nyelvész vagyok, hanem egyszerűen a számítógép erre ad módok lehetőséget, akkor kiderül, hogy azokban a betű szavakban, amely az egyes betűkkel van összerakva, minden esetben ugyanazt a mögöttes tartalmat mutatja. Erre mondanák egy konkrét példát, például, hogy az R betű,
hogy a R betű az a hang, amelyet úgy tudunk kimondani, hogyha esetleg, hogy a R, hogy a nyelvünk gyakorlatilag rezgést hoz létre a szájpadlás alatt. És hogyha tehát ha ez a R betű valaminek a rezgését, tehát oda-vissza mozgatását jelenti, vagy így tudjuk kifejezni, akkor az, hogy abban az esetben a re az ismétlést jelenthet. Ugye, és akkor mondtad azokat a szavakat, hogy retesz, tehát hogy visszatesz. Tehát abból van a fiók, vagy a retesz szavunk, hogy visszateszünk. Vagy hogy a repülő, tehát hogy a madár esetében, hogy a szárnyait les fölmozgatja, tehát ismétlő mozgást végez, vagy a reszel. Tehát oda-vissza szel valamit, tehát ez a reszel, ebből van a reszelő. És ha megnézzük ugye az angolt, akkor ott pedig a replay, tehát a ismétlés, a visszajátszás, vagy a ismétlődés. Igen, és hogyha merünk tovább lépni, akkor ugye ezt a ret olyan helyeken is megtaláljuk, amely fogalmak gyakorlatilag eltávolodtak már ettől a mögöttes tartalomtól, úgyhogy a rend, amit muszáj elemeznünk, mert ugye rendesek vagyunk, akkor ennek a rendnek az értelmezésében kiderül, hogy az ősök az oda-vissza őrjáratba, költözködésbe, akár a jégkorszaknak a kivédésében bizonyos helyekre visszavándoroltak. Most nem a magyar honfoglalós mesekört akarom itt feszegetni, hanem azokat a láj vonalnak nevezett területeket, illetve ezáltal meghatározott területeket értem a mi költöző területünknek, amit ezek a keresztek, ezek az ősi, ma ugye Jézussal összekombinált keresztekről van szó, ezek az ősiek, a jézusi dombormű vagy szobor nélküli keresztek, ezek minden esetben egymásra mutatnak. Úgy kapcsolódva hatalmas hegyrendszerekhez, hogy a mai nevük ezeknek a hegyeknek, ezek a kál pontok, amelyek a, most javíts ki, nagyot ugrok, vagy értessük meg mindenkivel. A latinban a látóhegyeken, a láj látóhegyeken, ebben a latin nyelvben a ciummal, ami azt jelenti latinul, hogy bizonyíték, a kál ciumban bizonyíték arra, hogy a kálhegy gyakorlatilag egy egységes látó rendszer, amelyet arra használtunk, hogy ezeket a költözködéseket oda-vissza re inkornációkat is. Elnézést kérek, hogy most megszakítalak. Keresztet nagyon gyorsan átfutottad. Tehát miért vannak az útmenti keresztek? Mi volt az eredeti szándék? Hát az a helyzet, hogy az, ami a mai technikai világot rendelkezésünkre áll, az egy olyan ősi kultúrában is miénk volt, amelyről azt tartjuk, illetve a tudomány azt mondja, hogy ilyen barlangba lakó, ungabungázó, mit tudom, hogy milyen őrültek voltunk. De igazából a kereszt az a mai GPS koordináta. Ha ilyen értelemben megnézi ma valaki a Google Earth-ön elérhető pontokat, akkor láthatja tökéletesen, hogy ez egy milliméter pontos olyan vonalrendszer, ami ráadásul még azt is cáfolja, hogy itt a kontinensek csúszkálnának az óceán tetején, vagy hogy is képzeli ezt, aki képzeli, nem tudom. A lényeg az, hogy ezek a keresztek olyan üzenő rendszert, olyan látó láj rendszert mutatnak, amelyek mentén ezek a népi kultúrák, amikor múltkor is beszéltünk, hogy motivumaikban, zenétségükben, mezőgazdasági kultúrájukban, állattartó szokásaikban is azonosak. Tehát mi volt a funkciója? Tehát konkrétabban? Kapcsolattartó, mint a telefon. Te most a keresztet mondom. A kereszt az az irányítója, ugyanis a függőleges szára a keresztnek, az a pontot határozza meg, ezek általában a környék legmagasabb hegy, nem hegyei, inkább dombjai, magas dombokról van szó. Ugyanis fent a felhőt akarnál, lent a pára, a köd. Ezért két réteg közé vannak ezek beállítva, nagyon precízen. Azt hiszem a mai világban úgy mondanák, hogy sávszélesség, tehát adásra alkalmas idő, itt a legtöbb ebben a magasságban, és ez a rendszer ott is fut. Tehát ezek a keresztek, függőleg a szárukkal határozzák meg a vonalnak
azt a pontját, ahol ők elhelyezkednek, a kicsi, a keresztszár pedig mindig, minden esetben egy következő keresztre, illetve egy hegytetőre mutat, egy dombtetőre, ahol ez a üzenőrendszer... Tehát azt jelenti, hogy elszólt morzsák, ugye, mint a mesében, tehát vagy egy húzott madzag. Tehát az, hogy ha valaki keres valamit, akkor a kereszt alapján tudta, hogy ezt, vagy az, amit keres, az hol fogja megtalálni a keresztök alapján. Keresd. Kereszt, értem. De sokkal aranyosabb az, hogyha a kereszt kegyelmében van valaki, vagy a keres kedelemben van valaki, ugyanis a G betűnk, ez a egyszerű forma, és a D betűnk, ez az egy vonal választja el a kereskedelem és a kereszt kegyelem szót. A mögöttes tartalomról pedig ugye óvatosan kell beszélnünk, hiszen a becsületes kereskedőket nem. Én azért egy picit most lelassítanák, mert szerintem előre szaladtál. Tetszett a könyvben az a egyik szó, hogy a tartály. Ugye azt mondod, hogy az őseink megfigyelték, hogy a term, ott, ahol élet van, tehát ugye mi az egész földön szén alapú élet van, tehát ott, ahol van élet, ott jól működik a Gea, tehát a földanya. Ott, ahol viszont nincs, ott tar a táj, tehát üres, csupasz. És rájöttek arra, hogy ez azért van, mert a magmától felfele törekvő szén megakadt a föld alatt. És ezért volt az, hogy körbeépítették ezt a tartályt hegyekkel, ebbe belengedtek nagy mennyiséget, tehát föltöltötték vízzel, ezt a vizet, ez a víz lejutott a magmához, magma fölött lévő szénrétekhez, ahol már múltkor elmondtuk, hogy fölhozta a bar és a bargázt, a metángázt és a széndioxidot. És ezáltal, hogy a szén felkerült, ezáltal a táj már nem lett arra, hanem elkezdett ott működni az élet. Tehát erdőképződhet. Igen? Erdő. Az erdő miatt hangsúlyoztam így ezt a szót. És gyakorlatilag, hogyha én belegondolok abba, hogy már ilyen hegyet építeni, tehát én a mai eszemmel elképzelem, nem tudom, hogy ezt hogy csinálták, tehát hogy és nem csak tőled olvastam, vagy hallottam ugyanezt a dolgot, hanem például most voltam a Somlósi Lajos táborában, ahol elmondta, hogy a Kárpát-medencének a 80%-a épített. Tehát nem tudom honnan, mert ezt a számot mondta, nyilván tudta, miről beszél. Körülnézett. Én csupán azon vagyok, egyrészt, hogy el sem tudom képzelni, hogy ezt hogy csinálták az őseink. A másik dolog pedig az, hogy ha abba gondolok bele, hogy ehhez milyen erkölcsiségre volt szükség, hogy azt nem maguknak építették, de még nem is a gyerekeiknek. Hanem ez egy több ezer éves, vagy több százer éves projektnek a része, és kivették a részüket benne, tehát mondhaták volna azt is, hogy én nekem ezzel nem kell foglalkoznom, mert én ezt már soha nem fogom élvezni ennek a hasznát. Szóval ez a fajta hozzáállás az élethez és a földhöz, tehát a létezéshez, ez nagyon távol van a mai a fősudatú gondolkodástól. És ezért is örülök ennek a beszélgetésnek, mert gyakorlatilag a mai világnak, ha ezt a viselkedés mintát be tudjuk mutatni az embereknek, és elgondolkodnak azon, hogy az őseinknek köszönhetően vagyunk most itt, és tudunk beszélgetni, tudunk létezni, akkor vajon a mi viselkedésünkkel biztosítjuk a mi gyerekeinknek, utódainknak azt a létezési módot, amit a mi őseink biztosítottak számunkra? Tehát ugye, hogy ez a fajta megközelítés és gondolkodás valószínűleg serkentheti az embereket arra, hogy a mai gondolkodásmódjukon és viselkedésmódjukon elgondolkozzanak és változtassanak rajta. Tökéletesen párhuzamosan működünk a mai világban, ugyanis India mellett már úszó szemétszigeteket építettünk, ami azt jelenti, hogy részt veszünk a további építkezésbe. Valószínűleg azért lesz erre szükség, mert a szárazföldi területeket viszont frankon le bírtuk mérgezni. Tehát valószínűleg át fogunk költözni majd oda arra a szeméthegyre. Ez nyilván több millió éves projekt, és boldog vagyok, büszke vagyok, hogy részt vehetek benne. Úgyhogy így látom én ezt a mai kultúrát, ezt az erkölcsöt, ami a
az unokáinknak... Na jó, de ezt tegyük hozzá, hogy ezt, ez egy cinizmus nem, volt. Nem, ez nagyon komoly. Jó, tehát nem, hogy az unokáinknak nem hagyunk semmiféle értéket, hanem az egészet egy kicsit, most nem akarok politizálni sem, meg ilyen elhatárolódós se lenni, de a lényeg, hogy teljesen normálisnak tartja egy mai ember, hogy 40-50 évre vesz föl hitelt azért, hogy építsen egy házat, ami a fiának, gyerekének, unokának vagy kell, vagy se, és ugye kiszámolható a nyugdíjkorhatárból, hogy esélye sincs rá, hogy visszafizeti, majd ezt örökségként a következő generáció valahogy el kell, hogy sikálja. A szemetet mondtam az előbb, ugye a Párkány és környéki szeméttelepek kapcsolatban sokat beszélgettünk, tehát most tudom, hogy meg lehet oldani a szemét szó szerinti eltüntetését, tehát hasznos anyaggá alakítását, viszont Az a helyzet, ami most fönnáll, az, hogy ez a szeméthegy itt képes így, ilyen módon összejönni, az nem ott történik a szeméttelep kapujába. Az ott kezdődik, amikor bemegyünk a boltba. Az ott kezdődik, amikor a műanyaggyártásnak az előnyeit simán elfogadjuk anélkül, hogy gondolkodnánk, erkölcsileg fővállalnánk a felelősséget, most nejlonzacskóba viszem hoza, vagy én magam volt a kis szükőbe. Erdélybe virágoztam, ilyen karneválokat csináltunk, Székelyudvar helyen. Úgy gondoltam, hogy a szomszéd árusoknak nem telik zacskóra, nejlon zacskóra, én meg ugye, mint a féle jó magyar kereskedő, vagy őstermelő, jó főszerrel kezdtem ez a letéphető nejlon zacskó hegyel, és mosolyogva vittem az ott lakó szomszédomnak, aki ott árult egy ilyen köteg zacskót, hogy tessék, és akkor így rám nézett elhűlve, azt mondja, csak nem azt akarod, hogy nálunk is a fa tetején lobogjanak, mint nálatok. Hát akkor én egy picit úgy el kellett, hogy gondolkozzak ezen az erkölcsiségen. Ennyit a környezetünkről, amikor csak erről a részéről beszélünk, mert aztán sajnos ez nagyon-nagyon messzire nyúlik erkölcsileg, emberi erkölcsi kérdésben, és ugye a környezetünknek a fizikai, kémiai részére vonatkozóan. Annyit mindenképpen hozzátennék a dologhoz, hogy ezeket nem azért feszegetjük, ezeket a témákat, mert most valamilyen módon számon kérnénk, vagy szemrehányást tennénk bárkinek is, hisz ebben mindannyian benne vagyunk ebben a bajban, és ahogy te is említetted, mi is mai napig ugye nem tudjuk még felvenni azt a viselkedés mintát, amit az őseink cselekedtek, tehát nem tudjuk teljes mértékben ugyanezt leutánozni utánuk. Tehát ez egy közösségi feladat. És itt nem is arról szól, tényleg nem arról szól a történet, hogy itt most bárkinek ez miatt lelkiismert furdalás legyen, hanem legyen. Az, hogy nem jó az, mert abban az esetben az nem építő jellegű, hanem romboló jellegű lesz. Inkább az, hogy a felelősségvállalás. Igen. Tehát inkább ez a fontosabb, hogy egyre inkább próbáljunk tudatosan létezni, tehát élni. Úgyhogy erre szeretném így én is, meg te is gondolom fölhívni a figyelmet. Most kicsit elkanyarodnák, és nagyon érdekes dologra hívnám fel itt a figyelmet, méghozzá az, hogy ugye mivel, hogy felvidéken élek, tudok szlovákul, és összehasonlítottam néhány szót, amit te értelmeztél, és megnéztem, hogy ez a szlovákban hogy működik. Ugye azt mondod, hogy a barlangnak a keletkezése az úgy történt, hogy a jégkorszakban a barlangokba bújt el az ember a jégpáncél elől, ahol a bargáz, tehát a metángáz, a láng pedig, amivel, tehát a égő metángáz, ahol kifűtöttük azt a területet, ahol léteztünk. Na most megnéztem a barlangnak a szavát, hogy ez szlovákban mit mutat, és azt mondja, hogy jaszkinya. A jasz az fényforrást jelent, a kinya, illetve jasz a fényt jelenti, a kinya pedig az, hogy hol van, tehát a helyet jelöli meg. Na most én, amikor elmondom a szlovákoknak azt, hogy tudják-e, hogy a barlang szó, tehát a jaszkinya miből származik, és így szétbontják a szót ők is, akkor megdöbbennek, hát én mindenhol keresnék fényt a világon, csak nem egy barlangban. Ugye ez egy dolog. A másik például, hogy a növényeink, tehát a gazok,
azok a gázból táplálkoznak. Tehát nem a földből, ahogy tanítják nekünk, mert ahogy te szoktad mondani, ha a földből táplálkozna egy fa, egy erdő esetleg, és mi állandóan kivágjuk és új nő helyette, akkor gyakorlatilag már egy lyuknak kéne alatta lenni. Tehát abban a tömegben, amit elhordunk erdőformájában, annak a földnek alóla ugyanabban abban a mennyiségben el kéne tűnnie. De az a föld nem hogy eltűnik, hanem még gyarapodik. Mindamellett, hogy a fát elhozzuk belőle. Tehát ebből kifolyólag logikus az a feltételezés, hogy a növények a napfényből és a gázból táplálkoznak. Na most a gaz szót megnéztem szlovák nyelven, azt mondja, hogy burina. A bur, ugye vagy a par, az már itt már, ugye, illetve a gáz szavak itt már megint csak találkoznak, és akkor megnéztem, hogy milyen szavak vannak még arra szójukra, hogy bur a szlovákban, és akkor megtaláltam, hogy a burcsiakot, az a murci. Ugye tudjuk, hogy a murciban gáztermelés keletkezik, nyomás keletkezik, aztán a következő szót a burka. A burka pedig vihart jelent, tehát megint csak valamilyen nyomással, valamilyen erővel kapcsolatos szó, és volt több még ilyen szó, most ezeket nem fogom ismételni. A pára szavunk, ugye azt mondta, hogy a pára az a pár, tehát a hidrogén pár, amely felmegy a zégbe, tehát feljut, a felviszi a hő, és abból lesz a felhő, miután ott elég, tehát oxidálódik. És akkor megnéztem, a szlovákban a pára az a para. Tehát ez, az ég pedig, az ég az náluk oblak, tehát ebben nem találtam összefüggést, viszont a hore az azt jelenti, hogy fönt, és a hori az pedig azt jelenti, hogy ég. És az, hogy fönt ég, gyakorlatilag ez a párhuzam megint csak megjelenik a szlovákban. Aztán érdekes dolog volt például megvizsgálnom a S betűnket, ugye, mert S betű az egy függőleges vonal a rovásírásban. Ami mondjuk összeköttetés jelent ég és föld között, test és szellem közt, hogy ebből keletkezik akár a szerszavunk, és a szerszónak a szerkezet, szervezet, szervezés, szerelő, szertartás, szerelem, és szóval nem rengeteget tudnék sorolni, és megnéztem mondjuk szlovákban, hogy a S betű milyen minőséget képvisel. És konkrétan két szónál teljesen szembeötlő volt, hogy azt mondja a szlovák, hogy právnye, azt jelenti, hogy jogosan, vagy jogilag. Ha azt mondja, hogy správne, akkor az egy szellemi minőség, tehát az azt jelenti, hogy helyesen. Ha azt mondja, hogy vedomje, azt jelenti, hogy tudat a vedomje. De ha a svedomje, tehát egy S-betűt teszek elé, akkor az már lelkiismeretet jelent. Tehát itt is a szlovákban gyakorlatilag az S hozzáadásával egy szellemi szintemelkedés történik, és például önmagában a szlovákban S betű is jelent valamit, méghozzá egy előrag, vagyis előtag, ami azt jelenti, hogy valamivel, valakivel együtt. Valamilyen kapcsolatban. Úgyhogy ezek a, tehát mivel, hogy több nyelven nem tudok, ezeket tudtam így összehasonlítani, és megdöbbenésemre a analógia logikája két nyelven nagyon hasonló. Barátaidat kérdez meg, hogyha magyarban ugye az S, amit ugyanígy párhuzamosan kifejez, ez gyakorlatilag én vagyok, akkor a sz én vagyok, az megfelel kémiailag annak, amit állított. Tehát szén vagyok-e? Igen, és ez a szén alapú világ, ez gyakorlatilag ebben az egy szóban már bizonyítja azt, amit az elején mondtam a beszélgetésünk elején, hogy sokkal magasabb tudásból indulunk, mint amit most olyan hűde nagynak hiszünk. Egy érdekes dolgot még így, mert lassan a műsorunk végéhez közeledünk. Nem tudom a filmnek a címét, 2016-ban jelent meg Hollywoodban, és ebből úgy tűnik, hogy olvassák a könyvedet is. Egy 12 földön kívül űrhajó jelenik meg különböző helyeken az egész világon. Nem tudnak velük kommunikálni, ezért felkérnek egy hölgyet, aki nyelvész, specialista. És sikerül kapcsolatot fellenni velük, de ezek a földön kívüliek olyan szavak, tehát a beszédhangjukat végképp nem értik, ezért jeleket küldenek számukra, és a jelek minden esetben egy kör, és a kör körül valamilyen különböző frekvenciában elhelyezett ilyen foltok. És ebből kezdi a hölgy megfejteni azt, hogy valójában mit is jelentenek ezek a körök, körön
küldött üzenetek, ami gyakorlatilag a te körrovásoddal párhuzamos. Ez a körrovás, mondom én. Tessék? Ami a te általad... Próbáltam szerintem. Igen, jó. A másik érdekes párhuzam, sokszor említett, hogy a kenguru szó az úgy keletkezett, hogy a Cook kapitány, amikor megjelent Ausztrália partjain, kérdezte, vagy kérdezték a őslakosokat, hogy mi az az ugráló nagy darab nyuszi, és hogy azt mondták, hogy kenguru, amivel azt mondták, hogy nem értem, hogy mit mondasz, mert hogy a guru az a tudás jelenti, a ken pedig azt, hogy nem értem, vagy nem tudom. Kán. És kanguru. Na most ez a hölgy, ez a nyelvész, ugyanezt a példát felhozza a filmben is, érdekes. És a harmadik dolog pedig, amikor van egy olyan elmélet, hogy ezek a földön kívüliek szeretnék különböző civilizációk összecsapását, és aztán majd a győztesek mellé állnak, és hogy miért gondolja, kérdezi a másikat. Van több példa is erre a történelemben, és akkor mondja az angolokat, mondja a németeket, és azt mondja, és vagy pedig ott van Magyarország esete. Tehát újra ebben a filmben, tehát kvázi, mintha üzeneteket küldenének, hogy oké, értjük, mit mondtok, csináljátok tovább, tehát ezeket persze óvatosan kezelem, de érdemes ezeket is figyelni, ezeket a dolgokat. Akkor ha már a körrovás és a oda-vissza írás, ugye, mert egy pecsét lenyomat az nyilván volt, az re, mint oda-vissza működőt, értettük, illetve hát azt hiszem mindenki számára érthetővé tettük, viszont a re fordított képe az az er. Most az er ér, és hogyha v alakú elágazás, akkor vér, ha gyök ér, akkor is ott van az er, hogyha ember, akkor is ott van, ha am er, ika, szíp, eria, er, energia, ezek mind erről az er áramlásról szólnak. Ennek későbbiekben nagyon komoly súlya lesz, ugyanis ennek az energia áramoltatásnak az értése, a tudása ad er kulcsot ahhoz, hogy er kulcsosan közelítene meg a világomat, vagy pedig er kölcstelenül, tehát szemetet és egyebet nem hagyva magam után. Úgyhogy szerintem ez ugye... Na, akkor gyakorlatilag most így előre vetítetted a következő harmadik résznek a témáját, és mivel a idő nagyon gyorsan elszaladt, így én elköszönök a kedves nézőktől, köszönjük, hogy végignézték a műsorunkat, köszönöm neked is, hogy eljöttél. Meghallgattak. Viszontlátás. Köszönöm szépen. Viszontlátás. A VIT hírét a Magyaroknak Közhasznú Alapítvány előadásokat tart olyan témákban, amelyet szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni. Beszélünk többek között a magyarok küldetéséről és kimeríthetetlen gazdagságú ősműveltségéről. A múltunkat elhazudták. A jelenünket el akarják lehetetleníteni. Mondjuk ki az igazat, és legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk. Okunk van rá. Kérjük, támogass alapítványunk törekvéseit, segíts a munkánkat adód 1%-ával.